A golfozók szeretnek nagyokat ütni. Az ütésspecialisták következő részében bemutatunk önöknek két olyan játékost, akik akár 300 méter fölötti ütésekre is képesek. Jöjjön a két sárközi! Ha valaki nagyot tud ütni, az óriási előnyt jelent a golfpályán. Sárközi Richard korábbi kiváló profi játékosunk és fia Ricsi is a hosszú ütések specialistájának mondhatja magát. Kíváncsiak voltunk rá, hogy milyen képességek kellenek a 300 méter feletti ütések kivitelezéséhez, hiszen egyikük sem 2 méter magas izomember. Az esetükben tehát inkább a kiváló technikai kivitelezés és a gyakorlás jelentheti a sikeres és hosszú ütést. Rengeteget kell gyakorolni a drive-ot. Bizonyos pozíció, labda pozíciót hova teszem, hogy fordulok rá csípővel, mennyire intenzív a csípő, hogy hozom le a csuklomat, hogy hozom le a könyökömet, milyen az időzítés a labdánál, hogy tudok beleugrani, mert ha beleugrok egy picit, akkor hosszabbakat ütök. Ha ez ki van gyakorolva rendesen, akkor tényleg a távolságon nagyon-nagyon sokat lehet javítani. Emlékszem, hogy Karlovivárban volt egy cseh PGA Championship, akkor egy ilyen 500 méter környéki volt a pálya, ott egy ilyen 340 métert ütöttem, de ki volt száradva a talaj, de egy ilyen 290 méter, 280-at ütöttem így normális időben, normális pályán, ami aránylag elég jól kikurul, nagyjából ez volt a távolságom. A jelenlegi profi golfozó sztárok közül a világranglista vezető Rory McIlroy tekinthető a hosszú ütések specialistájának. A mindössze 175 cm magas, 30 éves északír játékos óriási lendülettel üti meg a labdákat, és gyakran láthatunk tőle akár 320 méter fölötti ütéseket is. És azt gondolom, hogy akik hosszú ütők, azok mind bevállalják a rizikót. Ők nem fognak széfet játszani, hiszen ott az eredmény, minél közelebb kerülsz a lyukhoz, annál könnyebb, jobb eredményt játszani. Én nagyon sok időt áldoztam a drive-ra. Én 95%-osan találtam el a fairway-t minden versenyen. Nem azt mondtam, hogy a legnagyobb ütők között voltam, de az első felébe azért ott voltam közöttük. Mindenki arra megy, hogy hosszabbat üssön. Nézzük meg a túron. Akik elől vannak, akik ott vannak az első top 10-ben, az mind hosszú ütőjátékos. Nem lehet 250 méteres drive-okkal eljutni olyan szintre. És hogyha belegondolunk abba, ugye mekkora előnye van annak, hogyha mindig hosszabbat ütsz, mint a többi és pontosat. Mindig a hátadat nézik az, akik ütnek. Tehát nagyon nagy előnyük van azoknak, akik hosszút ütnek, és mindenki hosszabbat akar ütni. Sárközi Richard Malcolm Hamptontól, a kiváló angol PGA játékostól leste el a hosszú ütések titkát, és ezt a tudást igyekszik átadni tanítványainak, és természetesen a fiának is. Ricsi persze nagy odafigyeléssel kíséri édesapja minden technikai utasítását. Odafigyelek elég rendesen, mert azért úgy gondolom, hogy ő neki van ebbe tapasztalata. Igazából a driver ütéseket gyakorolom a legtöbbet, amikor kint vagyok a range-en, arra sok időt szánok, mivel hogy azzal indulok meg a pályán, az a kezdőütés, úgy gondolom, annak ott kell lenni a toppon. Hát a legutolsó legjobb ütésem, az driverre volt, Cipruson, a Winter Cupon, a legutolsó versenyem. Ott körülbelül 400 yardos volt a pálya, és első ütésre greenre kerültem, volt egy 3,5 méteres eagle pattom. Úgyhogy a legutolsó ilyen élményem az ez volt. Ezen a télen nagyon odafigyeltem arra, hogy javítsam az irányaimat a driverrel és a kezdőütéseket, úgyhogy úgy gondolom, hogy most ez sokat javult, ez látszik is, de majd meglátjuk a szezon, hogy fog ezáltal sikerülni. Sok célt tűztem ki magam elé, hát távolságon már nem szeretnék, inkább a pontosságon szeretnék javítani.